Három bizottság együttes javaslata nem került a közgyűlés elé, hiszen úgy tudom, hogy azzal az volt a szándék, hogy az általam előterjesztett határozati javaslatnak kvázi egy alternatívája legyen. Ezzel nem találkozom. A Papp Béla alpolgármester úrnak egy változatával, ami nem egyezik meg egy az egybe a három bizottság által elfogadott határozattal. Tehát ezt ugyanúgy tekintem, mint hogyha az alpolgármester úr is, mind alpolgármester, vagy mind egyéni képviselő terjesztette be. A határozati javaslatom három lényeges pontból áll. Az első pontnak az első mondata azt fejezi ki, hogy a város belterületén működő külszíni fejtés tulajdonképpen környezetvédelmi és városfejlesztési szempontokból nem kívánatos. Azt hiszem, hogy ez különösen indoklást nem kíván, hiszen egyrészt az előterjesztés indoklási részében erre részletesen kitértünk, hogy itt milyen környezeti károk származnak ebből, de gondolom azt nem vonja senki kétségbe, hogy egy 170 ezer nagyvárosnak a 20. század végén, ugye amikor Európába szeretnénk menni, és a város határába kiírjuk azt, hogy Euróstat, akkor nem kimondottan tartozik a természetes funkciói közé, hogy a belterületen külszíni fejtés és meddőhányók legyenek. Tehát gondolom, hogy ezt nem kell indokolni. Mivel a bizottság kompetenciája elsősorban e két kérdésre terjed ki, ezért ebből következtettük a második felét, amelyekkel több képviselőnek aggája volt, ami úgy szól, hogy az 1997 év végéig hatályos terület felhasználási megállapodás meghosszabbításához nem járul hozzá a közgyűlés, ezt mondja ki. Mivel megint itt a környezetvédelmi dolgokról már kitértem, ezért csak egy másik dologra utalnék, arra, hogy itt arról van szó, hogy december 31-én lejár egy megállapodás. Nem csak környezetvédelmi és városfejlesztési szempontból nem kívánatos ennek a meghosszabbítása, hanem azt sem tudom, hogy egyáltalán jogilag lehetséges-e, hiszen ezt annak idején a Városi Tanács és a Mecseki Szénbányászati Vállalat kötötte. Sem ezek a szervezetek nincsenek, természetesen vannak jogutódjai, de azért nem szabad elfelejteni, hogy azóta új bányászati törvény van, van új természetvédelmi törvény, van új környezetvédelmi törvény, tehát azt hiszem, hogy annyira megváltozott a jogi környezet, és annyira nincsenek már meg azok az eredeti szervezetek, hogy annak a meghosszabbítása szerintem jogi szempontból sem tűnik egy járható útnak, arról nem is beszélve, hogy ezeket a szerződéseket szinte negligálta az önkormányzat is eddig, mert annak a betartását, ellenőrzését senki nem kérte számon. Így véleményem szerint ez egy olyan semleges megállapítás, ami ugyancsak elfogadható lenne, tehát a város számára egy hátrányos, jogi alapjait vesztett megállapodás, nem tudom, hogy 97. december 31-e után miért kellene meghosszabbítani. Szerintem nincs aggája annak, hogy a tisztelt közgyűlés ezt az első pontot elfogadja. A második pont arra vonatkozik, hogy az is kiderült, hogy a városi önkormányzat és a jegyzőiroda nem tudta prezentálni ennek a jogi hátterét, részben azért, mert a korábbi iratok lerettek selejtezve, nincsenek meg, ezért ez ki egy feladatot szab arra, hogy az érvényes terület használati megállapodások és mellékleteit felül kell vizsgálni, meg kell nézni. Tehát az, hogy a jogi hátterével végre egyszer tisztában legyünk a dolgnak, azt hiszem, hogy ez egy olyan kérés, amit akár egy képviselőtől is azért a közgyűlés elfogadhat, hogy egy ilyen fontos kérdésben a jogi hátteret tisztán lássuk. A harmadik pedig azt tartalmazza, hogy felkéri a Városfejlesztési Üzemeltetési Irodát, hogy a második pont eredményeinek függvényében dolgozza ki a külfejtős jövőjére vonatkozó városi koncepciót. Azt hiszem, épp itt az ideje, hogy erre legyen egy koncepciónk, hiszen ha lejár a szerződés, és gyanítom, hogy lejár ez év végén, akkor kellene tudni a városi önkormányzatnak, hogy merre, hova, tovább. A kiosztásra került már a Papp Béla úr által szignált, úgy tudom, nem szignált, de ez nem szó szerint ugyanaz, amit a három bizottság megfogalmazott, de akkor nyilván ez lesz ez a bizonyos B változat, amellyel kapcsolatban néhány aggályom van. Az aggályaim közül csak
kettőt emelnék ki, méghozzá egy szóban szeretnék látszólag bele kötni, de szerintem ez egy nagyon lényegi kérdés. Rögtön az első mondatban csak látszólag olyan változtatás történt, hogy bekerült az, hogy azt mondja csak ki a közgyűlés, hogy hosszú távon nem kívánatos a külszíni fejtés a város belterületén. Nem tudom, hogy eznek két következménye van számomra. Egyrészt azt mondja ki, hogy akkor most kívánatos, szerintem most sem kívánatos. A másik, hogyha elfogadjuk így, hogy hosszú távon nem kívánatos, akkor azt tudni kell, hogy az, ami a város belterületén külszíni fejtéssel leművelhető szénvagyon van, az még mind kívánatos lehet, hiszen ez a szén mennyiség az, hogy 2-3-4-5 évig lehet még egy-egy ilyen működtetni. Tehát ebben a 15 évben, amit a hosszú táv sugal, ebben tulajdonképpen benne van az, hogy a Pécs város belterületén, ami leművelhető külszíni fejtéssel, az tulajdonképpen leművelhető lenne. A harmadik pontban ugyanez van, hogy a hosszú távú városi stratégiát kell erre kidolgozni. Hosszú távú stratégiát azért nem tudunk egyébként most kidolgozni, mert ugye a privatizáció előtt van a PERT, és a PERThez kapcsolódik most a külszíni fejtés is. Egyszerűen nem ismertek azok a PERM feltételek, amelyek ehhez kapcsolódnak. Nem tudjuk, hogy a potenciális privatizőrök meg akarják ezt venni, nem akarják. Nyilván, ha nem akarják, akkor január 1-én meg kell 98. január 1-én kezdeni a tájrehabilitációt és a rekultivációt. Ha meg akarják venni, szükségük van rá, akkor pedig a városnak egy olyan tárgyalási pozícióban kell lenni, hogy számára előnyös feltételekkel történjen mind a privatizáció, mind pedig az új szerződés megkötése. Ezért kérném, hogy a közgyűlés az általam javasolt határozati javaslatot fogadja el. Köszönöm szépen. Köszönöm, a polgármester úr, tessék. Tisztelt közgyűlés, szeretnék, tisztelt közgyűlés és Faragó képviselő úr, szeretnék magyarázatot adni arra, hogy ez a így kinéző úgynevezett B-változat miért így került a testület elé. Én legalábbis a kollégáimnak azt az utasítást adtam, hogy miután ugye határozatról úgy tudunk szavazni, hogy formailag határozati javaslatként kerül a testület elé, tehát a közgyűlés határozati javaslataként. Szóban nyilván hozzá szeretném tenni azt, hogy ezt valóban három bizottság tárgyalta, és az ottani új szempontok, módosítások és felvetett észrevételek alapján változott így a szöveg. Én szeretném a képviselő úr megjelölni, mert nincs nálam a három bizottságnak a írásos anyaga, hogy mi az eltérés a B-változat és a három bizottság anyag között, és ez mennyire lényeges, vagy egyáltalán mi az? Sajnos előttem sincsen, de akkor formailag is ugye a három bizottság előterjesztésének kellene lennie, ez ebből nem derül ki, de úgy emlékszem rá, hogy azért néhány helyen azért a szövegben is változtatások vannak, mert annak idején megnéztem, de sajnos most nincs előttem a három bizottság állásfoglalása. Egyébként nem lényegi kérdés ez, hiszen arról van szó, hogy két változat van. Nyilván a B változat az nem az elsőnek a módosító indítványa, hanem egy önálló határozati javaslat. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a közgyűlés a két határozati javaslat közül valamelyiket fogadja el. Köszönöm szépen. Jó, hát hasonlót szerettem volna mondani. Úgy gondolom, hogy a probléma exponálása a Faragó képviselő úr előterjesztésében megvan. Én ezen a három bizottság együttes ülésén se kezdeményeztem volna, illetve én hívtam össze, vagy én kértem a három bizottságot, hogy tárgyalja újra. Egyszerűen azért, mert igen fontos, iszonyú fontos a környezetvédelem, de a külfejlesztés kérdése azért összetettebb dolog, ezt gondolom a képviselő úr se vitatja. És hogyha az eredeti, tehát a bizottsághoz kötődő határozati javaslat első szakasza nem ponttal végződik, tehát az, hogy nem járul hozzá a évvégéig hatályos területfelhasználási megállapodás meghosszabbításához, hanem valahogy szerepel benne az, amit szóban én információt kaptam Faragó Lászlótól, hanem kitűzi maga elé egy új szerződés megkötését, amely már a városnak lényegesen előnyösebb. Én legalábbis ezt a magyarázatot kaptam a bizottság elnökétől. Na most a három bizottság által elfogadott B jelű határozati javaslat tervezet tulajdonképpen ezt tartalmazza, mert a négyes pont
azt írja, hogy amíg a fenti dolgok el nem készülnek, tehát ez a koncepció, a jelenlegi szerződés fölülvizsgálata, teljesítés igazolása vagy nem igazolása, addig ez a megállapodás nem módosítható és nem hosszabbítható meg. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon a végeredmény tekintve azért hasonló a két határozat, de nem teljesen ugyanez, ez kétségtelen. Tehát most a A változat kimondana valamit a vizsgálatok, a szerződések teljesítésének ellenőrzése előtt, a B változat pedig úgy gondolom nagyon helyesen a vizsgálatok elvégzése után mondja ki esetleg ezt a dolgot. Köszönöm, Szirmai képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr, nagyon röviden. Én a B változat megszavazására kérem a képviselő társaimat, néhány alapvető rövid indokom. Az egyik az, hogy ugye pontosan Faragó képviselőtársam mondta, hogy rendezetten az állapot e körül az ügy körül, tehát ezt az ügyet rendezni kell. Nem lehet, tényleg nem lehet úgy belemenni ebbe az ügybe, hogy eldöntjük, hogy nem, és akkor bevalljuk, hogy rendezetten az állapot. Előbb az állapotot rendezni kell, és utána kell igent vagy nemet mondani, ezt szolgálja a B-változat. Kiegyensúlyozottnak tartom a B-változatot. Az érintettek számára kezelhető, és szeretném mondani, hogy itt a város érdeke képviselve van, mert az APVRT adott nyilatkozatában kimondta azt, hogy a további privatizációnál a város környezetvédelmi és árkonstrukciós érdekeit figyelembe fogja venni a privatizáció során. Következésképpen az APVRT is figyelembe veszi Pécsváros érdekeit. Korrektnek tartom, mert most kell megmondanunk nekünk azt, hogy mit akarunk, milyen objektív feltételrendszert kérünk a privatizáció során, és ehhez mindenki tud alkalmazkodni. Azt a megoldást semmiképpen nem tartom jónak, és egyszerűen utopisztikusnak tartom, hogy egy 32 ezer lakás fűtésére most kimondjuk, hogy december 31-en nyek megáll, és majd valamikor az emberek március táján kiolvadnak a panellakásokba, mert nem lesz fűtés. Tehát én a B változatot kérném szépen megszavazni. Köszönöm. Mihálynék képviselő asszony, tessék. Köszönöm a szót. Mint érintett képviselő néhány gondolatot szeretnék a tisztelt közgyűlésnek elmondani, hiszen Vasas közvetlenül érintett ebben a témában. Az anyag az előzményeknél megállapítja, hogy a város és a hőerőmű együttműködése nem volt konfliktustól mentes, de ma már változott a helyzet. Azért én állítom, hogy ma is vannak nehézségek, problémák, és vannak veszélyhelyzetek, amelyek a külfejtésnek az üzemeltetésből fakadnak. Az anyag maga talán inkább általánosságokat állapít meg, jó maga, egy kicsit egyedi képet a vasasi képnek, annak is egy részét, egy szeletét szeretném elmondani. A 80-as években létrejött megállapodások és vizsgálódások kimondták azt, hogy Vasas esetében a külfejtéstől a 6-os útig vezető út, amely rendkívül keskeny, szorosan épült családi házak között vezet el, dombos talajon és kanyarok között, alkalmatlan arra, hogy ezen szenet lehessen szállítani a 6-os útig. A megoldásnak akkor ezek a megállapodások és tanulmányok azt javasolták, hogy egy terelő utat kellene építeni, tehát egy ipari utat, amely a szénszállításra kimondottan alkalmas. Ez a javaslat, ez a megoldás azonban napjainkig nem készült el, nem valósult meg. Ráadásul ez a nevezett útszakasz, amely körülbelül egy 2,5 kilométer hosszú, ebből 800 méteren van egyedül csak és kizárólag járda, ahol gyalogosok közlekedhetnek, a többi szakaszon pedig egyáltalán nincs járda. Ez a szakasz, ahol járda nincs, ez az egyetlen útszakasz, amely a Vasas iskolához és az óvodához vezet. Tehát tulajdonképpen, mivel ez az egyetlen útja, el lehet képzelni, hogy reggelente mondjuk 70 óvodást kísér szülő nagyszülő, 280 általános iskolás korú gyerek halad az úton, közben ott vannak ezek a hatalmas pótkocsis rábák, csuklós autóbuszok, és amikor két rába vagy két busz kerüli egymást, akkor mivel járda nincs, szószoros értelemben a kerítések mellé kell lapulni a gyerekeknek, hogy ne történjen ott baleset. Nem túlzok, ha azt mondom, hogy félelmetes helyzetek vannak. Közlekedési szakemberek véleménye is az, hogy ez a rendkívül balesetveszélyes helyzet, ez nap mint nap megismétlődik. Ráadásul nincs gyalogátkelőhely sem jelölve, és nincs veszélyjelző sárga tábla sem. Kimondottan van egy tábla, amely hát forgalomkorlátozás, amit bizony nem nagyon tartanak be, és van egy gyermekátkelőhelyet jelző tábla. Két éve nagy aláírásgyűjtések voltak Vasason, akkor kijöttek a megfelelő szakemberek,
megnézték, megalapították a balesetveszélyes helyzetet, de mivel nincs hozzá pénz a járdaépítéshez, ezért nem történt semmi. Állítom azt, hogy körülbelül egy 5-600 méteres szakaszon 1 métert vagy 1 méter 20 centis részt kellene kisajátítani, és ezen a sávon meg lehetne valósítani egy járdaépítést. A legjobb megoldás természetesen az lenne, ha megvalósulna ez az ipari út, de a járda megépítése is jelentene valami. Én most azért szólalok fel, mert a szülők és a civil szervezetek igen komolyan jelezték, hogy ismét megindítják a harcot annak érdekében, hogy ez a rendkívül baleset veszélyes helyzet megváltozzon és jobbá legyen. Az anyagban szó is van erről, itt az első anyagban, ugye, hogy át kell nézni, felül kell vizsgálni ezt a megállapodást vasas tekintetében, és ott van a jelző szerkezet, szállítási alkut kell kötni, tehát valamiképpen változtatni kell ezen a helyzeten, ami ott kilakult. A másik pedig itt közvetlenül az ötödik oldalon az utolsó előtti bekezdés, amely azt mondja, hogy távolodni kellene a lakóterülettől ezeknek a szállításoknak. Hát ez vasason egyáltalán nem lehetséges, ha csak külön utat nem építenek, mert a területen át történik a szállítás, de mindenképpen egy méltányosabb környezetterhelésnek a csökkentését kellene megvalósítani. Köszönöm a szót. Köszönöm. Heimrich képviselő úr. Köszönöm a szót. Én azt hiszem, hogy ott kellene folytatnom, ahol a képviselőtárs sem abba hagyta, Faragó társam, és az, hogy kedd este összehívtam a részönkormányzat tagjait, és elmondtam nekik az új határozati javaslatot, mivel ismerték az első határozatot is, nem mondták azt, hogy elfogadják, azt sem mondták, hogy nem. Viszont egyetlen egy az első pontban ugyanezt kifogásolták, hogy hosszú távon nem kívánatos. Na most mi az, hogy hosszú távon? Mert azt mondjuk, hogy 50 év az hosszú táv. A 20 év az már rövid táv. Na most ott már 20 éve, 30 éve folyik azért a külszíni fejtés, és ugyanezek a problémák fennállnak, mint Vasason. Folytathatok? Ugyanezek a problémák vannak, mint Vasason is, tehát a szállítással. Én azt hiszem, hogy az ott lévő emberek egyszerűen már nem tudják elviselni azokat az autókat, azokat a szállítóeszközöket. Igaz, hogy most már néha-néha egy-egy kocsi már ponyva van, le van takarva, de hát az mit sem ér. Én megmondom őszintén, én már megkértem egyszer-kétszer az alpolgármester urat, meg is ígérte, hogy ki fog velem jönni, meg fogja tekinteni azt, hogy milyen körülmények között élnek az ottani emberek. A másik dolog, amitől rettenetesen félünk, és ez tegnap kiderült, hogy nagyon úgy néz ki, hogy a külszíni fejtést azt le fogják választani a hőerőműről, mert így nem fogják tudni privatizálni, és nagyon úgy néz ki, hogy már alakulóban van egy KFT vagy egy BT, én akkor kíváncsi lennék arra, hogy ki fogja a rekultivációt elvégezni. Ugyanis ezek milliárdos tételek. Én nem tudom elképzelni azt, hogy ezt egy KFT vagy egy BT el fogja vállalni, mert ő neki az a lényeg, hogy mennyi pénzt tud abból a külszíni fejtésből kiszorítani. A másik dolog, ami szintén egy félő, hogy a meddőhányoma olyan magas, hogy egyszerűen már a mecseket eltakarja. Most ez sem véletlen. Ezt a meddőhányot szándékosan növelik azért, hogy az elhagyott gödröket, amik most már ott állnak hosszú-hosszú évek óta, nem oda rakják bele a meddőt, hanem elszállítják azzal, hogy majd ha Nagybányarétről megnyitják a külszíni fejtést, akkor onnan fogják átszállítani. Tehát megszűnik egy külfejtés Karolinába, és akkor 20 éven keresztül fogják a meddőt szállítani újból azon az útvonalon át a meddőhányóba, illetve a gödrökbe. Szóval vannak itt olyan gondok, amiket tényleg ki kell dolgozni, de én még soha nem láttam egyetlen egy kidolgozott tervet sem a bányától, sem a mostani hőerőmű RT-től, hogy legalább mit akarnak, vagy egyáltalán van-e egy olyan tervük, ami a rekultivációt megmutatná, hogy hogyan képzelik el. Mert most csak találgatunk, hogy miért vannak ezek a dolgok. Köszönöm szépen. Köszönöm. Körömi Attila, tessék. Tisztelt képviselőtestület, én a B-változatot, illetve mi a B-változatot támogatjuk. Igazából nem szeretném ismételni az érveket, ugyanakkor viszont fontosak. Tehát amit az alpolgármester és Szirmai képviselő elmondott,
ezek alapján a B változatot támogatjuk. Szeretünk a B változat, azt hiszem utolsó, negyedik pontja kellő garanciát ad arra, hogy amennyiben a felek nem mutatnak kellő eltökéltséget és mit tudom én operativitást, akkor egész egyszerűen ugyanaz lép életbe, mint amit Faragó képviselő úr javasolt. Mindemelletten sem meg kell érteni, és nyilván ezt kalkulálni is kell a hozzászólásokból Hemrich Ferenc egyéni képviselő úr mondandóját, és én azt is el tudom fogadni, hogy egy környezetfejlesztési bizottsági elnöknek szabad szűken környezetvédelmi szempontok szerint is mérlegelni. A testület meg azért van, hogy a B-változatot támogassa, úgyhogy én ezt szeretném, hogyha ez születne meg. Köszönöm szépen. Köszönöm, alpolgármester úr. Tisztelt közgyűlés, ha lehet, akkor tennék egy olyan javaslatot, hisz igaza van a bizottság elnökének, Faragó Lászlónak és Hemrich képviselő úrnak, hogy nem csak hosszú távon, jelenleg se kívánatos, de egy adottság. Tehát az, hogy pillanatnyilag a város kénytelen együtt élni vele, ez korábbi, régebbi döntések eredménye, és amit itt nekünk tenni kell, és amire lehetőségünk van, mint önkormányzatnak, terület gazdájának, ha tetszik, ezeket nyilván nekünk meg kell tenni. Tehát az, hogy amit Szirmai képviselő úr mondott, hogy a HPVRT-től már érkezett egy levél a polgármester úrhoz, kvázi garanciát ad sok mindenre, ennek az volt az előzménye, hogy azt a korábbi levelünket kicsit kibővítettük, és konkrét környezetvédelmi, rekultivációs elvárásokat fogalmaztunk meg az HPVRT felé. Nem is olyan régen, majdhogy nem azt kell, hogy mondjam, hogy postafordultával válaszoltak, ugye, mert jó egy hete ment el a levél, tehát ez talán jelez valamit. Tehát ha nem tiltakozik a három bizottság, akkor én azt mondom, vegyük ki a hosszú távon két szót, mert igaz, nem kívánatos, hogy ott legyen, de hát ott van. És ezt a helyzetet kell kezelni, még egyszer mondom. Jó, vannak-e további hozzászólások? Kerényi képviselő úr, tessék. Köszönöm a szót. Én különösképpen nem nyúlnák hozzá ez a B-változathoz, azon egyszerű oknál fogva, hogy a második, harmadik és negyedik pontok annyira megerősítik a város véleményét, hogy hogy kívánja ezt a problémát kezelni. Főleg a negyedik pont. Arra kell figyelemmel lenni, hogy itt résen lenni, mit akarnak csinálni, szorgalmazni, hogy vannak szállítva ezek a dolgok. Igenis, a rekultiváció hogy folytatódik, és most már mindenki számára egyértelmű, aki ebben a dologban részt vesz, ha nem a saját szájízünk szerint, a város érdeke szerint próbálják itt csinálni a dolgaikat, nem kapnak támogatást, sőt, a privatizációs folyamatban sem fognak városi támogatást kapni. Úgy érzem, ez olyan erős fenyegetettség a város részéről, hogy az érintetteknek ezt kötelező, hogy elvégezzék és megcsinálják, a város megfelelő emberei pedig legyenek rajta tekintettel és figyelemmel, és ellenőrizzék. Ilyen B-változatot tudom támogatni. Köszönöm szépen. Jó, további hozzászólás van-e? Akkor jó, veszem ki, akkor az előteresztő az eredeti változat mellett kitart, tehát ezt mint alternatívát kell kezelnünk egyértelműen. A hosszú távon akkor az maradjon, vagy kerüljön ki? Jó, kerüljön ki, rendben van, akkor így tesszük a szavazásra. Tehát akkor a elhangzás sorrendjében, tehát az alapváltozatot teszem szavazásra. Szirmai képviselő, tessék! Elnézést kérek, polgármester úr, de most a hosszú távon nem kívánatos, a hosszú távon kimarad, akkor az vagy nem kívánatos. De most egészen biztos, hogy van egy közbülső megoldás, amelyik megoldja ezt a kérdést. Tehát azt viszont nekünk kijelenteni, hogy nem kívánatos, ez azt jelenti, hogy elfogadtuk Faragó úrnak a változatát. Hát azért ezt én nem tartom helyesnek. Alpolgármester úr. Nem, hát tényleg most ne nyelvészkedjünk, de hát szerintem nem azt jelenti. Azt jelenti, hogy a kőfejtést a mai fizikai valóságában, ha értékeljük, akkor nem oda való, ahol van. Tehát ha kimarad a hosszú távon, az nem azt jelenti, hogy a jövő hétfőn megszűnik a kőfejtés, hanem azt jelenti, hogy ha a város és a HPVRT és az erőmű azokban az új föltételekben meg tud állapodni, hogy maradhat, és nyilván az új megállapodásnak lesz része, hogy meddig, hogy milyen körülmények között, akkor nyilván, tehát nem lehet csodát csinálni, nem lehet bezárni, betakarni két hónap alatt vagy az év végére, mert kicsit bonyolultabb és összetettebb a dolog, de
az alap expozíciója a problémának valóban az mindenki azt gondolja, hogy nem kívánatos, hogy ott legyen. De attól még ott lehet egy pár évig megfelelő föltételek mellett. Molnár képviselő úr, tessék. Erősíteném, amit alpolgármester úr mondott az imén, tehát a mondat egészét tekintve ez valóban nem azt jelenti, amit a Faragóféle változatban szereplő a mondat utolsó része tartalmaz, hogy ezért nem járul hozzá a 97 évvégéig hatályos területfelhasználási megalapodás meghosszabbításához. Ez egy kategorikus elutasítás, minden más körülmény, változó körülmény figyelmen kívül hagyásával is kijelenti, hogy nem járul hozzá pont. Ehhez képest azt gondolom, hogy a Pabila alpolgármester úr által javasolt kihagyás, mely a hosszú távon kifejezést vagy bizonytalan időintervallumot kivonva belőle, a mondat egészen úgy szól, ugye, hogy kimondjuk, hogy a külszíni bányaművelés a környezetterhelésre, nem fizikai károkra, a környezetvédelmi és városfejlesztési szempontokra tekintettel nem kívánatos. Hát persze, hogy nem kívánatos, de nem csak most, nem hosszú távon, nem rövid távon, hanem tavaly se volt kívánatos, meg 5 évvel ezelőtt sem volt kívánatos. Ezzel tehát nem mondjuk ki azt, hogy mi elutasítjuk, hogy bármilyen megváltozott a városnak kedvező feltételek mellett sem járulunk semmilyen formába hozzá, hanem azt mondjuk, hogy ilyen szempontból nem kívánatos, és ezzel nem mondtunk véglegest. Tehát támogatnám ezt a kérdést. Tehát Szirmai képviselő meggyőzetett. Köszönöm szépen akkor. Tehát az alvariációról kérem a szavazást, tehát ami az eredeti verzió ebben foglalást a képviselőtestület. Alias Faragó változat. Igennel 10 nemmel és 13 tartózkodással a közülés elvetette ezt a javaslatot. A B variációról kéne majd döntsön a képviselőtestület. Igennel és egy tartózkodással került elfogadásra. Köszönöm. Pontos idő 17 óra 37 perc, negyedik napirendi pont következik. Részönkormányzat a költségvetési keretének felosztása. Molnár Tamás elnök úr, tessék. Nincs különösebb hozzáfűzni valom. Akár az elmúlt évben, az idén is hasonló elvek alapján kívánjuk, illetve a Jogi Ügyrendi Bizottságnak a elvi állásfoglalását alapul véve terjesztettük be a közgyűlés elé ezt a részönkormányzatok költségvetésben még csak szumma összeggel megfogalmazott 12 milliójának a részönkormányzatok közötti felosztását. Ismétlem, a tavalyi évben is ugyanilyen elvek mentén osztottuk fel. Köszönöm. Kérem, hogy szavazzunk. Köszönöm szépen. Igennel egyhangulag elfogadta a testület. Köszönöm. Az ötödik napirendi pont ügyében én megkérem Gonda Tibort, hogy szóljon ehhez, mert vele egyeztettem ezt a kérdést. Tessék, parancsoljon. A mai napon új információk birtokába jutottam, és ez alapján kérném a tisztelt közgyűlést, hogy a napirendet ma ne tárgyaljuk, hétfőn ismételten a Gazdasági és Vállalkozási Bizottság elé kívánom terjeszteni. Köszönöm, tehát az előterjesztő elvette gyakorlatilag az előterjesztését. Köszönöm szépen. Hatodik napirendi. Jó, köszönöm szépen, ne legyen gond, szavazzunk róla. Tehát... Jó. Tehát aki egyetért, az nyomjon igen gombot.
26 igen, egy nem, tehát a kellő arányban levételre került. 6. pont ügyében Kékes Ferenc képviselőt kérdezem, hogy előterjesztését tegye meg. Köszönöm szépen a 6. napirendi pont a közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározása. A közgyűlés éves munkaprogramjában, miként a képviselőtársak előtt ismert a közmeghallgatás időpontját márciusra határoztuk meg. Szeretném javasolni, hogy a közmeghallgatás időpontja 1997. március 13-án legyen, és 17-től 19 óráig tartandó időkeretben, a témájának, tárgyának pedig Pécs város környezetvédelmi helyzetét szeretném javasolni. Köszönöm. Köszönöm. Kell-e szavaznunk, azt kérdezem meg, vagy ez egy bejelentés csak, tehát... Jó, akkor kérem, hogy erről egy megerősítő szavazást ejtsünk meg. Igen, egy tartózkodással elfogadta a testület. A 7. napirend ügyében visszaadom a szót Kékes Ferenc bizottsági elnök úrnak. Nem szépen a képviselőtársak előtt egy igen részletes, teljes tényszerű összefüggést hordozó előterjesztés van rövid és tömör formában. Az előterjesztés két variációt tár a képviselők elé. A szerb ortodox egyháznak az elhelyezési ügye a tárgya az előterjesztésnek, mely szerint a szerb egyház által birtokolt ingatlanban és korábban tulajdonolt ingatlanban a mostani kápolna mellett egy önkormányzati bérlakás megüresedett a Zrínyi utca 15 szám alatt, és erre a helyiségre tartana igényt a szerb egyház. Azzal, hogy ebben a helyiségben a szerb kisebbségi önkormányzat is működhetne. Azt hiszem, hogy az előterjesztés világos. Én a magam részéről, miután a bizottság nem foglalt állást egyik variáció mellett sem a közgyűlésre bízta a döntést, ezért engedjék meg, hogy az úgynevezett egyes számú variáció mellett érveljek, mely szerint az önkormányzat a szerb ortodox egyház részére a Zrínyi utca 15 szám alatti lakást térítésmentesen határozott időre, mely határozott időnek a tartama az egyház ingatlanok rendezéséről szóló törvény hatályba lépése használati lehetőséget biztosít. Szeretném kérni a képviselőtársakat, hogy támogassanak ebben a javaslatban. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szirmai képviselő úr. Köszönöm a szót a magam részéről, és az egyes változatot javasolom képviselőtársaimnak azzal a meggondolással is, hogy az egyház ingatlanok rendezéséről szóló törvény megalkotás hatályba lépése után amúgy is úgy néz ki, hogy ez oda fog kerülni. Tehát egyrészt ezzel támogatjuk a szerb kisebbségi önkormányzatot, akinek tulajdonképpen nincsen helyiségük, és másrészt pedig hát végül is a szerb ortodox egyház, más egyházakat is ilyen értelemben támogattunk, tehát az egyes változatot javasolom. Köszönöm. Köszönöm. Kíván-e valaki még hozzászólni? Ha nem, akkor kérem, hogy szavazzunk. Az egyes variáció az első eldöntendő, és hogyha megkapja, akkor nem megyünk tovább, a többséget úgy értem megkapja. Kérem a szavazást. Igen, szavazattal egyhangulag elfogadta a pécsi képviselőtestület. Köszönöm. 8. napirendi pont, Pécsi Kulturális Központ raktározási ügye, előterjesztője. Vagy Kékes, vagy Passzul bizottsági elnök úr, nem tudom ki a kettő közül. Köszönöm a szót, polgármester úr. Nem csak az idő előre haladtára való tekintettel, de mindenképpen azt kérem a közgyűléstől, hogy ezt a határozati javaslatot szíveskedjék kiegészítés nélkül elfogadni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Észrevétel, kérdés van-e? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.
25 igennel fogadta el a képviselőtestület. Köszönöm szépen. 9. napirendi pont. Kisfurján utca 4 szám alatti 17.220 erőszámú ingatlan értékesítése. Előtte először Kahutek Anna Mária, irodavezető asszony, tessék. Köszönöm, nincs kiegészíteni valón. Kérem a közgyűlés, hogy fogadja el az ingatlan értékesítésre kijelölését. Köszönöm. Van-e kérdés, észrevétel? Nem látok jelentkező kezet, akkor kérem, hogy szavazzunk. Igennel egyhangulag elfogadta a testület. Köszönöm a 10. naprendi pontot, ha jól tudom, levett az előterjesztő, tehát erről nem kell döntenünk. 11. naprendi pont, Pécs Névtelen utca 1 szám alatti ingatlan értékesítése. Visszaadom a szót Kautek Anna Mária doktornak, tessék. Igen, tisztelt közgyűlés, a korábbi közgyűlési határozat rendelkezett a Szibert Róbert úti iskola megszüntetéséről és a hasznosítását próbáljuk megkezdeni. Ehhez kérem a hozzájárulásukat. Köszönöm szépen. Miután nincs jelentkező, kérem, hogy szavazzunk. Igen, szavazattal fogadta el a képviselőtestület. Köszönöm. 12/A napirendi pont következik. Támogatási kérelmek. Előterjesztő Kékes Ferenc bizottsági elnök úr. Szóval egy parányi kiegészítést kell tennem az előterjesztéshez, és ma immáron másodszor önkritikát kell gyakorolnom. Ma reggel a Jogi Igazgatási Ügyrendi Bizottságnak az úgynevezett rendkívüli ülésén kellett szembesülnöm azzal a ténnyel, hogy mulasztásomból fakadóan egy 1996. december 16-án érkezett a Pécsi Görög Szervezettől érkezett támogatási kérelmet nem vettünk napirendre. Tekintettel arra, hogy márciusban a görögöknek nemzeti ünnepük lészen, ezért úgy gondoltam, hogy jobb később, mint soha ezt az egyedi támogatási kérelmet megtárgyalta a bizottság. Tudnunk kell, hogy Pécs városában körülbelül 70 főne görög nemzetiségű személyél, nagyobb részük időskorú. A görög szervezet működéséhez, hasonlóan a lengyelekhez, akik körülbelül hasonló létszámban élnek városunkban, kérte ezt a működési támogatást, ezért a Jogi Igazgatási Ügyrendi Bizottság ezt a ma reggeli ülésén megtárgyalta, és 50 ezer forint támogatást hagyott jóvá. Kérem, hogy ezzel a kiegészítéssel szíveskedjenek az előterjesztést elfogadni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hozzászólás nincs, kérem a szavazást. Igennel és 2 tartózkodással fogadta a képviselőtestület. 12/B napirendi pont a következő téma. Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása. Előterjesztő Molnár Tamás bizottsági elnök úr. Köszönöm, elnök úr, nincs semmi kiegészítésem. Kérem a támogatását az előterjesztésnek. Köszönöm szépen, kérem a szavazást. Igennel fogadta el a képviselőtestület. Köszönöm szépen. Házi orvosokkal kapcsolatos előterjesztés, megbízási szerv és módosítás, egész pontosan Baumgartner Sándor elnök úr, kérem. Köszönöm. Három orvos, dr. Bosiszki Mária, dr. Pap György és dr. Lom Dénes kérték az Egészségügyi Bizottságtól, hogy a jövőben a vállalkozásokat Kft. Keretében végezhessék. Az Egészségügyi Bizottság február 17-én tárgyalta, és ott felmerült,
hogy nem jelenti az önkormányzat számára anyagi hátrányt a vállalkozási forma ilyen változása. A jegyzőiroda véleményét kértük ezzel kapcsolatban. Ennek a lényege az, hogy a bemutatott három társasági szerződés közül két Kft. Induló vagyona 1 millió forint, egy Kft. Vagyona 2,5 millió. A tőzsdőkkel leszállításának szigorú eljárási szabályai vannak. Így a három Kft.-vel kötendő szerződés külön garanciákat nem igényel. Ezek után javasoljuk, tehát miután nincs akadálya, hogy a három házi orvos megkapja a működési engedélyt, hogy Kft. Keretében végeztessék tevékenységüket. Javaslom elfogadásra. Köszönöm. Köszönöm. Hozzászólás, észrevétel. Hiány, kérem, hogy szavazzunk akkor. Igennel került elfogadásra. Köszönöm szépen. ONFB pályázat az ICTA pályázatról. Informatív pályázat Révész Mária megkérte, hogy helyette terjesztem elő. Ez lényegében a címe az tájékoztató, de miután napirendre került formálisan, és van határozati javaslat is hozzá csatolva, így kérem, hogy ezt nem kell szorosan értelmezni, tehát kérem a testület a rövid javaslatot, amelyet csatoltak hozzá, azt fogadja el. Molnár képviselő, tessék parancsolni. Elnök úr, remélem a felesleges aggodalom beszél belőlem, amikor azt mondom, hogy ennek potenciálisan súlyos költségvetési vetületei lehetnek, sőt, nagy bizonyossággal lesznek is ennek a pályázaton való részvételről szóló határozati javaslat jóváhagyásának. Egyrészt aggályaimat szeretném kifejezni, hogy minden szokást felrúgva tájékoztató, mint egy összvér megoldásként kapcsolódik egy határozati javaslathoz, hiszen a két kifejezés egymásnak ellentmond tartalmilag is, és a mi belső ügyrendünk szerint is. Ugyanakkor, ha valóban, mint vélelmezem, egy ilyen pályázaton való résztvétel saját erő révén költségvetési kihatásokat is jelent, vagy jelenthet, akkor már most felhívom a figyelmet, hogy az előkészítés fázisába kellene költségvetési vetületére forrást teremteni. Ez nem történt meg, tehát én azt javaslom, hogy a tájékoztatót elfogadva, a határozati javaslatot elfelejtve menjünk át a következő napirendi pontra. Természetesen az előterjesztőnek és a szakiroda vezetőjének joga, sőt ezek után már kötelessége, hogy a költségvetésnél tapogatódzék a lehetséges források nagyságrendjéről. Köszönöm. És az mennyiben volna járható út, hogyha azt javasolnám, hogy ezt mint egy érintetlenül hagyva, de kiegészítő annyiban, hogy a bizottság, tehát a közvetési bizottság legyen az, amelyik ebbe az ügybe kötelesen járni, és ilyen módon akkor ez ki nem kerülhető lépésé válna. Ez nem tudom, elfogadható-e így. Ez a hóhér akasztásának az esete lenne, de ha úgy fogalmazom meg, elnök úr, hogy a költségvetési bizottság valamilyen állásfoglalást legyen köteles a következő ülésen meghozni, és egy kényszer előterjesztés helyzetébe hozza a bizottságot a közgyűlés, az elfogadható. Tehát, hogy valamilyen beszámolót tegyen, vagy véleményezést itt előttünk fekvő napirendről, aminek egyébként más formai hiányossága is van, hiszen törvényességi véleményezésre nincs bemutatva, holott a SMS-ünk előírja, hogy a határozati javaslatnak 7 nappal korábban iktatottan ide a előlapra rávésve a jegyzői iroda törvényességi véleményezésen át kell menni. Igen, köszönöm. Szirmai képviselő úr. Köszönöm a szót, csak két mondatot mondanék ezzel kapcsolatban. Ebből az anyagból azért kiérzem azt, hogy itt egy törekvés történik az informatika rendbehozására a házba. Tudnék, a legdrágább az, amit az önkormányzat eddig csinált, ugyanis a ráfordított pénzek és a mai informatikai helyzet, ez gyakorlatilag egyszerűen a gazdaságtalanságnak a nagy mértékét bizonyítja. Ha ez az anyag arra irányul, és ezért kérem Molnár képviselő urat, hogy ezt is fontolja meg, és itt a költségvetés valamit áldozzon, ha most fölmérés történik, hogy ami van, meg aminek kellene lenni, a között mibe kerül, akkor valószínűleg jó irányba mozdulunk, nyilván a költségvetési lehetőséget figyelembe véve. Köszönöm.
Jó, Molnár képviselő tessék. Ezt értem és megértem. El is tudom fogadni. Miután azonban ez egy minden előzmény nélküli reggel kiosztásos anyag, és ugye, mint tudjuk, volt elég dolgunk ahhoz, hogy belerágjuk magunkat, és a kissé helyenként dodonai szöveget értelmezve megtudjuk a tartalmi lényegét. Ezért én azt hiszem, hogy ma, velem együtt a képviselők egy jelentős része nincs abban a helyzetben, hogy ennek minden kihatását költségvetési, de technológiák előnyös most mérlegelni tudja. Ezért mondom azt, hogy mivel ezen a pályázaton való részvétel tulajdonképpen egy bejáratott út, és a határozati javaslatnak nevezett dolog, és csak azt mondja, hogy fogadjuk, vegyük tudomásul a tájékoztatót, és utasítsuk az informatikai irodát, hogy pályázat anyagának előkészítésére tegye meg az intézkedést. Semmit nem késünk akkor, hogyha a határozati javaslat helyett azt mondjuk, hogy hát persze az a dolga, hogy megtegye minden pénznyerő pályázatra az előkészítő munkálatokat, de a Költségvetési Bizottsággal tárgyaltassa meg ennek költségvetési kihatásai. És úgy jöjjön vissza a következő közgyűlésre, hogyha szükséges. Jó. Kerényi képviselő úr, tessék. Köszönöm. Hát nagyon sajnálom, hogy ilyen kapkodva kell elolvasni egy ilyen tájékoztatást, mert ez túlontúl komoly ahhoz, hogy így kezeljük. Tehát most itt beleolvasva, itt arról van szó, hogy 40 millió forint támogatás kérhető, 40%-ot vissza kell fizetni, vannak határidők, vannak cégek, akik már dolgoznak, vannak felajánlások, itt minden csuda van, túl komoly ez a téma, hölgyeim és uraim, ahhoz, hogy ilyen elegánsan átlépjünk ez mellett a dolog fölött. Tehát én azt kérem a közgyűléstől, hogy ez adja vissza a közgyűlés határidővel a megfelelő bizottságoknak. Ezt nagyon komolyan nézzük meg, és ha kell, akkor még rakjunk hozzá pénzt. De most nem tudom, hogy mennyit kell ezt hozzárakni. Támogatandó dolog, de ilyen hebrencs módon egy kicsit csodálkozom, hogy ilyen komoly téma bejön. Tehát én nekem az az indítványom, hogy ez kerüljön a Költségvetési Bizottsághoz, a Gazdasági Bizottsághoz, mert itt valami munkák pályáztatva is vannak. Nem tudom, nem akarok improvizálni. Az előterjesztő tudja, ha nem tudja, tanulja meg, hogy kihez kell beadni, és csinálja végig a hivatalos utat. Köszönöm szépen. Jó, tehát akkor én azt hadd kérjem, és akkor nem kéne ebbe belemászni szabadásilag, hogy akkor ezt tájékoztatóként értékelje a közgyűlés, a Molnár Tamás szeretett célzás természetesen, és megkérem szóban a két bizottság elnökét, Molnár Tamás elnök urat és Gonda Tibor elnök urat, hogy a két bizottság ezt a kérdést valamikor a közeljövőben tárgyalni szíveskedjék. Köszönöm szépen. Újvári Jenő ügyrendben kér szólt, kvázi ügyrendben, úgyhogy... Most került a kezembe az oktatásról szóló jegyzék, mely szerint én a második, harmadik, negyedik, ötödik napirendnél nem szavaztam. Szeretném jegyzőkönyvben mondani, hogy minden egyes esetben igen szavazatot adtam, a gépem nem működött, volt vele probléma a reggeli szavazásokkor, az akkor megjavult. Tehát csak ezt szeretném a nyíltság kedvéért is közölni, hogy én igennel szavaztam ezekben a kérdésekben. Merő csoda persze, hogy így is megvolt a kellő mennyiségű szavazat. Köszönöm szépen, akkor köszönöm szépen. Az április előtt még egy napirendi pont van vissza Pacul Zsoltnak a távfőellátással kapcsolatos, mindjárt mondom, távfőszolgáltatási díjemelés, részleges lakossági ellentételezés, pénzeszközének felosztása címe. Igen, rövid című napirendi pont. Kis figyelmet kérnék Pacul Zsolt. Megpróbálom a kiegészítést rövidebbre venni, mint az előterjesztés tárgya. Itt nem történik más, mint a 6/97 január 16-os számú közgyűlési határozatot igyekszik végrehajtani a bizottság. A február 20, illetve a közgyűlés ezen előterjesztés alapján február 28-áig beérkezett igények 4155 jogos igényt regisztráltak a területi szociális központok. Az adott keretösszeg ugye az 40 millió forint, így a határozati javaslatban is szerepel, hogy a bizottság 900, azaz havi 900 forint díjkompenzációt tud biztosítani a távfőszolgáltatás díjemelés részleges lakossági ellentételezésére. A határozati javaslatnak lenne egy véleményem szerint fontos félmondata, amivel kiegészülne az így megfogalmazottak kicsit általánosak,
Ez alapján ugye az is benyújthatná jogos igényét, aki nem pályázott, idézőjelbe téve a pályázó szót február 28-ig, ezért kérném, hogy a határozati javaslat az azonos összegben után egy veszővel folytatódva egészüljön ki annyival, hogy a 6/1997. január 16 számú közgyűlési határozat első pontja alapján jogosultságot szerzett igénylők részére. Ez alapján abszolút korrekt az a kör, akire eredetileg is kiírtuk ezt a idézőjelbe téve pályázatot, tehát csak azok részesülhetnek továbbra is. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő. Kérdés van-e? Észrevétel nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Egyedül. 26 igennel fogadta el a közgyűlés. Köszönöm szépen. Ezzel a nyilvános ülés végére értünk, és akkor még néhány zárt körű téma lenne. Kérem, hogy ne menjen el senki, mert nagyon fontos kérdésre be kell szavaznunk. Ezt most komolyan mondom. Az iskola átszervezésekről folyó közel 6 órát igénybevevő vita és az azonnali kérdések után a harmadik napi rendi pont tárgyalását kezdte meg a testület, mely a külszíni bányák helyzetének felülvizsgálatáról szól. Faragó László egyéni képviselői indítványában feltárta a város légszennyezettségével kapcsolatos tényeket, ami a város fekvése és a hőerőmű telepítése folytán országosan kiugró értékeket mutat. A hőerőművet kiszolgáló két külszíni fejtés, a pécsbányai és a vasasi, óriási környezeti károkat okoz, mutatott rá a képviselő. Területük meghaladja a városi zöld területek egyharmadát, ezért szükséges egy légszennyezés csökkentésére vonatkozó stratégia kidolgozása. Faragó László alval változatával ellentétben, mely azt javasolta, hogy ne hosszabbítsák meg a külfejtés működését, a B változat azt mondja ki, hogy a hosszú távon nem kívánatos a külfejtés működése a város belterületén, s vizsgálják felül a külszíni fejtések működését a Pécsi Erőmű RT általános környezetvédelmi kötelezettségeivel egyetemben, és készítsenek hosszú távú stratégiát a külfejtéssel kapcsolatban. Elfogadták a részönkormányzatok költségvetési keretének felosztását, mely az eddigi gyakorlatnak megfelelően a keret lakosságarányos felosztását jelenti. A testület megszavazta, hogy március 13-án 17-től 19 óráig közmeghallgatást tartsanak a Városházán, melynek tárgya a város környezetvédelmi helyzete. A távhőszolgáltatási díjemelés lakossági ellentételezésének felosztásáról is határoztak, lakásonként havi 900 forint díj kompenzációt biztosítanak a támogatást igénylőknek, akik a feltételeknek megfeleltek, ez 4550 családot érint. Ezek után még ingatlanügyekről és támogatási kérelmekről is döntött a testület. Önök Pécs megyei Jogúváros önkormányzatának március 6-ai ülésének közvetítését látták a Városháza nagy terméből. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!